Jó napot kívánok, Bognár Ferenc vagyok, a IASK új ösztöndíjas kutatója ebben a szemeszterben, és a rendezvényünk kapcsán a szekciónk tekintetében a fenntarthatósági fejlesztések priorizálási lehetősége a Kraft Potenciálok Bázisán című előadást gondoltam volt bemutatni. Engedjük meg nekem, hogy röviden áttekintsem azt, hogy mivel fogunk foglalkozni ezen rövid előadás alkalmával. Tekintettel a tényre, hogy az előadásnak a témája az alapvetően módszertani fejlesztés bázisú, így elengedhetetlen, hogy az első körben a koncepcionális megalapozását megejtsük a magának a módszertani fejlesztésnek. Ezt követően szeretnék beszélni röviden a becslési módszertanról és arról, hogy tulajdonképpen miért lenne adott esetben értelmezhető ennek a módszertannak nagy innováció tartalmú projektek, tevékenységeknek a rangsorolása során, illetve a várható eredményekről szeretnék röviden szólni a prezentáció alkalmával. Az egészen biztos, hogy amikor a koncepcionális kérdéseket elindítjuk, akkor érdemes ennek a módszertani fejlesztésnek a gerincéről, az FMEA-nak, vagyis a Failure Mode and Effect Analysis, hibamód és hatáselemzésnek az alapvető, legfontosabb elemeit végigbeszélni, ugyanis e kapcsán a Kraft potenciálokkal való talán értelmes összefűzési lehetőségek világosak lesznek néhány percen belül. Ugye alapvetően a hiba, mód és hatás elemzés avval foglalkozik, hogy megpróbálja különböző jelenségeknek és általában a módszertan gyökérzetét tekintve műszaki típusú jelenségeknek, termékeknek, berendezéseknek, folyamatoknak a működésében, létében lévő kockázatokat becsülni, és a kockázatoknak az értelmezését követően pedig valamilyen prioritási sorrendbe rendezési algoritmus szerint ezeket a jelenségeket rankingelni. Ami érdekes a módszer szempontjából az az, hogy van az alap tradicionális FMEA-nak három képernyőn is látható fontos dimenziója, mely dimenziók mentén végzi el tulajdonképpen ezen lehetséges a magára, berendezésre, folyamatra értelmezhető meghibásodásoknak a kockázati becslését. Ezt a módszertan az induló amerikai Mill Standard vonalról kifejlesztett szabványról van szó, itt a súlyosság, gyakoriság és a detektálhatóság oldaláról közelíti meg a kockázatnak a mérési lehetőségét. Egészen pontosan, hogyha sikerül jól megbecsülni vagy mérni ezt a kockázatot, akkor lényegében maga a módszertan az azt végzi el, hiszen végtelenül egyszerű a kockázat becslési struktúrája, hogy veszi azt a bizonyos mérőszámot, amit a súlyosságra, a gyakoriságra és a detektálhatóságra kap, összeszorozza, és ebből tulajdonképpen ez az úgynevezett RPM, Risk Priority Number, tehát tulajdonképpen a kockázatot leíró mutató szám képződik. Tehát ez tulajdonképpen egy szorzat képpen áll elő. A fontos kérdés még az, hogy ezt a három dimenziót, a következmény súlyosságát, előfordulás gyakoriságát és az előfordulásnak a detektálhatóságát, hogyan próbálja a módszertan maga mérni, és egyébként ebből a rangsorolásból milyen típusú következtetéseket tudunk levonni. Szóval magyarán mire is és hogyan használjuk magát a módszertant? Hát ugye akkor, hogyha az RPM értékeink megvannak, akkor azt fontos tudni, hogy ezeket egy normál esetben, hogyha a tradicionális FMEA-t használjuk, akkor tulajdonképpen ezeket az értékeket egy 1 és 1000 közötti
valamilyen számként, egész számként érdemes felfogni. Ennek ahhoz is van nagyon sok köze, hogy magát a súlyosságot, a gyakoriságot és a detektálhatóságot, azt milyen típusú skálákon próbálja megbecsülni, mérni a maga a módszertan. Egy biztos, minél nagyobb az RPM-nek az értéke, annál nagyobb az a bizonyos kockázat, ami ebben a bizonyos jelenségben magában hordozódik. Ez azt is jelenti tehát, hogy kockázatos, ami azt is jelenti, hogy minél kockázatosabb, annál nagyobb lesz annak a valószínűsége, hogy itt valamilyen fejlesztő típusú munkát célszerű elvégezni az adott jelenségen, annak érdekében, hogy ez a bizonyos kockázat csökkenjen, magyarul majd ez az RPM szám érték egy kicsit, vagy nagyon lejjebb menjen. Alapvetően mind a súlyosságra, mind a gyakoriságra, mind a detektálhatóságra vonatkozóan van értelme annak, és ezzel élni szokott a gyakorlat is, hogy esetleg definiáljon olyan szűrő szinteket, hogyha mondjuk egy bizonyos jelenség a súlyosság tekintetében túlságosan nagy értéket venne fel, akkor e tekintetben nem is érdemes a szorzást elvégezni, hanem egyszerűen azt lehet mondani, hogy azzal a bizonyos jelenséggel egészen biztosan foglalkozni kell, mert nem megengedhető az, hogy a súlyosság érték nagy legyen. Az a súlyosság érték nagyon könnyen elképzelhető, mondjuk veszélyes ipari üzemek esetén, abban a helyzetben, hogyha veszélyes környezetben zajlik mondjuk a munkavégzés, akkor az minden további nélkül benne lehet a pakliban, hogy ha nagyon jelentős lenne esetleg egy üzemzavarnak a kockázata, akkor és ennek következményeképpen hát esetleg komoly természetkárosítás vagy emberéleteket követelő helyzet állna elő, akkor teljesen mindegy, hogy ennek a gyakorisága relatíve alacsony, nagyon könnyen észrevehető, akkor is ez egy olyan kulcsfontosságú, lehetséges meghibásodás probléma, amellyel mindenképpen foglalkozni kell majd a későbbiek során. Hogyan próbálja meg a módszertan becsülni magát a súlyosságot, a gyakoriságot és a detektálhatóságot? Rengeteg változat alakult ki ennek a becslési folyamatnak a táblázatos típusú segítését illetően. Én most egy konkrét példával hozakodtam elő, amelyet nem fogunk természetesen részletesen pontról pontra végig beszélni, de magának a becslési módszert annak a támogatása szempontjából ez nagy segítség lehet azok számára, akiknek az FMEA módszertana az nem egy klasszikusan kézenfekvő és szükségszerűen ismert dolog. A súlyosság dimenziónak, ha figyeljük, tehát lehet 10 különböző értéke, és ahogyan megfigyeljük a súlyosságra vetített szóbeli értelmezéseket, akkor azt látjuk, hogy minél inkább súlyosabb ez a bizonyos következmény, ami a megtörténéssel belejár, úgy annál nagyobb lesz az a bizonyos számérték, amit hozzá tudunk rendelni ehhez az adott jelenséghez. Tehát itt gyakorlatilag az a lényeg, hogy minél nagyobb a szám, annál nagyobb a következmény súlyosságából vetített kockázatunk. És pontosan ez a helyzet a előfordulásnak a gyakoriságával is. Ha nem igazán valószínű az, hogy ez az eset bekövetkezhet, akkor jellemzően kisebb számértéket kapunk. Ha pedig szinte biztos vagy kellő mértékben a hozzárendelt táblázat szerint valószínűsíthető, hogy ez be fog következni, akkor pedig nagyobb értéket fog kapni a gyakoriságunk, ahogyan a detektálhatóságra is. Mindez egészen pontosan igaz, avval a különbséggel, hogy itt a struktúra megfordul, és értelemszerűen azt mondja, hogy itt minél inkább biztosabb az, hogy a dolgokat észrevesszük, annál kisebb lesz ebben a magába hordozott kockázat, tehát kicsi értéket rendelünk
hozzá, ha pedig gyakorlatilag észrevehetetlen, csak már utólagosan egy bizonyos problémának a jelenléte, akkor pedig nagy értéket rendelhetünk magához a detektálhatóság értékhez. Alapvetően az FML módszere az innen épül föl, hogyha megvannak-e a vizsgált jelenségeink, akkor és vannak hozzá segítő táblázataink, akkor egyszerűen megbecsülhető az, hogy mennyi lesz a súlyosság, a gyakoriság és a detektálhatóságnak az értéke. Ha most ebbe a példába szeretnénk egy képzetbeli szám példát behelyettesíteni, akkor súlyosság 2, gyakoriság 5, detektálhatóság 3, akkor az RPN értékünk, ugye az tulajdonképpen egy 30-as számérték lesz, ami egy 1-től 1000-ig terjedő skálán nem tűnik túlságosan nagynak, akkor, hogyha a skálát magát abszolút tekintjük, nyilván, hogyha relatív módon próbáljuk értelmezni, akkor meg a többi más eredménytől függ egy 30-as értéknek a megítélése. Alapvetően az FML módszer így működik, és amikor a vonatkozó módszertanon gondolkoztam, és magának a Kraft csoportnak a korábbi kutatásaiból, eredményeiből, a Kraft indextől számítva, hát gondolkodtam, akkor én tulajdonképpen arra az esetre jutottam, hogyha van egy olyan alapvető módszer, amit egyébként társadalomtudományok területén is, de a műszaki típusú területek esetén nagyon széles körben alkalmaznak, akkor talán egy gondolatkísérletet minimum megérhet az, hogy ennek a már meglévő módszertannak a kibővítését azt hogyan tudnánk elvégezni annak érdekében, hogy esetleg egy olyan módszert is kaphassunk eredményül, ami a jelentős innovációtartalmú, sok tényezős, több tényezős döntési szituációknak a támogatásában segítséget nyújthat, és hát innen jött tulajdonképpen ezen előadásnak a címe is. A Kraft potenciálok kivetítését én pontosan ugyanarra a három szögre helyeztem rá, mint az FML három dimenziójának a megnevezését, utalva arra, hogy itt a három dimenzió megléte alapvetően adott, Kraft potenciálok esetében a kreativitás és az innovációs potenciál, amelynek vannak al mérőszámai és al dimenzió is, a kapcsolati tőke és a hálózati potenciál, valamint ugye a fenntarthatósági potenciál, amit gyakran ki szoktunk egészíteni a rezilienciával, magával is. És ebből a három értékből, ebből a három dimenzióból a gondolatkísérlet eredményeképpen előállhatna egy úgynevezett innovációs mutatószám, ami hasonló analógiával az FMEA-nak a gondolkodási logikájára egy olyan típusú mutatószám lenne, amelyik felveheti az értékeit ezen kreativitás, kapcsolati tőke, hálózati potenciál és fenntarthatósági potenciál szorzataként, és innen jönne létre tulajdonképpen az innovációs mutató. A kérdés alapvetően, ami a kutatásnak a további nagyon szükségszerű irányára vonatkozik, az az, hogy ugye az FML módszeréhez nagyon sok támogató segédtáblázat alakult már ki, amiből ugye itt volt egy korábbi példa. Azonban ebben a gondolkodási logikában a kreativitás, a hálózati potenciál és a fenntarthatósági potenciál tekintetében ilyen típusú segítségünk egyenlőre nincsen. Tehát az az elsődleges, nagyon fontos kérdés, és a későbbi vizsgálataim tekintetében erre hangsúlyt szükségszerű fektetni, hogy ennek az innovációs mutató alkotóknak a becslését azt tulajdonképpen milyen segítséggel tudnánk elvégezni, és szándékosan hagytam ebben a szlájdban üresen a K, a H és az F oszlop
adatoknak az értékeit, mert ezek lennének azok, amelyeket keresünk. Az világos, hogyha követjük az FML gondolkodási logikáját, akkor minél nagyobb értéket fog kapni egy adott dimenzióban maga a mérőszám, az annál nagyobb kockázatot fog kifejezni akkor, amikor mi megpróbáljuk esetleg a különböző fejlesztési projekteket rangsorolni egymáshoz. Tehát a kérdője alapvetően arra vonatkozik, hogy ezeket az értékeket milyen olyan univerzálisan használható táblázattal tudnánk megsegíteni, amelyek a nagy innováció tartalmú, több tényezős döntési helyzetekben minél inkább általánosan tudjanak segíteni, tehát a felhasználhatóságnak a köre az viszonylag széles legyen. Természetesen ahhoz, hogy ezek a számértékek és a segédtáblázatok azt a célt, ami az imént megfogalmazásra került, beteljesíteni tudják, ez szakértői interjúkra, esetleg fókuszcsoportos interjúkra van szükség, tehát egészen biztos, hogy a munka kezdeti fázisa az akár még kreatív technikáknak a bevetését is igényelheti, és hát természetesen akkor, amikor kialakul az 1.0-ás változata ezeknek a segítséget nyújtó táblázatoknak, akkor lehet értelme például egy tesztet lefuttatni, és konkrétan kipróbálni azt, hogyha van egy véges elemszámú, mondjuk innovációs projekteket tartalmazó listánk, akkor, hogyha próbálnánk ezen segédtáblák tekintetében szakértői típusú becslést elvégezni, akkor annak milyen eredménye lenne, és ezek az eredmények adott esetben más módszereknek a felhasználásával hasonló módon elő tudnának állni. Nagyon sokszor előfordul az, és minél inkább több látásmódon keresztül megközelíthető dimenziókról beszélünk, akkor egyre nagyobb valószínűséggel fordul elő az, hogy egy valamely dimenziónál ott nem szükségszerűen csak egyetlen egy segédtáblázatot alakítunk ki. Ha egy picit visszaszabad az FMEA-nak a példájára csatolnom, akkor utána szeretném elővenni a következmény súlyossága dimenziót. A következmény súlyosságánál már én magam korábban említettem két lehetséges különböző metszetet, amin keresztül súlyosságot lehet mérni. Például természetkárosítás mértéke, emberéletre, egészségre gyakorolt hatása, anyagi veszteség, beálló goodwill veszteség. Tehát itt nagyon sok olyan világosan értelmezhető metszet van, amely egyébként könnyen elképzelhető, hogy egy adott szituációban egyformán fontos. Ilyen helyzetekben szokott az előfordulni, hogy több skála is bevetésre kerül az eredő súlyosság értéknek a meghatározására, egészen pontosan azzal a logikával, hogy mondjuk itt az előző példán a 4 esetet vesszük, akkor a 4 eset közül, amelyik a legnagyobb számértéket kapta, az lesz az eredő kockázat. És tekintettem arra a tényre, hogy a kraft potenciálok esetében is külön-külön vannak almérőszámok, könnyen elképzelhető az is, hogy ahhoz, hogy megtaláljuk a K, a H és az F oszlopnak a jó meghatározásait, ahhoz több al kategóriát is létre célszerű hozni, és akkor, amikor az elemzést magát elvégezzük, akkor majd a adott dimenzió tekintetében a legnagyobb kockázati értékkel adjuk meg az eredő kockázati értékünket. Ez az alpotenciálok kérdés, ez alapvetően erre utal ebben a prezentációban. Az elemzésnek az eredménye alapvetően egy táblázat, ahol az F1, F2 és az FI értékek azok a lehetséges innovációhoz köthető projekteknek azonosítói, ahol aztán majd természetesen mind a K, mind a H, mind az F
craft potenciálunk esetében a megfelelő számértékek bekerülnek a táblázatba, és innentől gyakorlatilag most azt látjuk, hogy az innovációs mutató tekintetében pedig be tudjuk sorba rendezni a lehetséges projekteket. Abban az esetben, hogyha a minimális irányt emeljük ki, az innovációs mutató minimumát tesszük meg fölülre, akkor azt látjuk, hogy a kockázat szempontjából melyik lesz az a projekt, ami, hogyha a craft potenciálokon keresztül próbáljuk ezt megértelmezni, a legkevésbé kockázatos, és alul van természetesen a legnagyobb kockázattal bíró x-edik projektváltozatunk. De gyakorlatilag az elemzésnek létrejön egy rangsor eredményképpen, és ezen rangsor lehet adott esetben döntéstámogató információ hordozó arra vonatkozóan, hogy ha mondjuk van sok projektváltozat, de nincs a megvalósításhoz mindre elegendő forrás, akkor mondjuk lehetséges kockázatoknak a becslése tekintetében, melyik változat lenne adott esetben a kisebb kockázattal bíró. Tehát alapvetően a rangsorunk létrejön, akkor teljes joggal vetődik fel bennünk az a kérdés, hogy hát ha mondjuk esetleg más típusú módszerekkel próbálnánk meg ezt a rangsort létrehozni, akkor mennyire lennének a rangsorok egymással alapvetően hasonló képben láthatóak, köszönő viszonyban vannak-e egymással vagy sem, esetleg végtelenül hasonlítanak egymásra. Természetesen akkor, hogyha az eredmény inkább az lenne, hogy a rangsorok inkább hasonlítanak egymásra, akkor az adott esetben magának a kifejlesztett segédtábla rendszernek a validitására vonatkozóan hordoz támogató információkat, pozitív támogató információkat. A rendelkezésre álló időben még egy lehetséges másik változatot is hadd mutassak be arra a helyzetre, amikor az innovációs mutatót mondjuk más típusú módszerrel, nem segéd táblázatok felhasználásával, hanem mondjuk páros összehasonlításon alapuló módszerekkel próbálnánk meg előállítani. Itt azt látjuk, hogy az itt korábban felsorolt F1, F2, FI-ig bezárólag tartalmazó projektötleteket, ebből mondjuk három darabot kivéve, mi összekeverjük őket és párba rendezzük. És akkor azt mondjuk, hogyha összehasonlítom az egyes és a kettes változatot, akkor mondjuk súlyosság tekintetében én úgy gondolom szakértőként, hogy az egyes változat az hát inkább súlyosabb következménye jár, mint a kettes. Majd azt is megnézhetem, ugye, hogy a kettes és a hármas között milyen reláció van, hát ebben a példában éppen az kerül elő, hogy a kettes az súlyosabb, mint a hármas. És ugye a nagy kérdés alapvetően az az, hogy az egyes és a hármas összehasonlításakor mit mondunk? Hát ugye alapvetően törvényszerűen annak kellene lennie, hogy az egyes a súlyosabb következményű lesz, mint a hármas. De hát akkor, amikor van 50 lehetséges, most mondtam egy nagyjából olyan számot, amit azért már az emberi memória nem szükségszerűen kezel real-time nagyon jól, amikor van egy 50-es projekt kataszterünk, és ehhez képest nagyon sok összehasonlításunk, hát sokszor előfordulhat az, hogy nem az egyes lesz a súlyosabb a hármashoz képest, hanem fordítva. E tekintetben egészen biztos, hogy a szakértőknek a racionális gondolkodását illetően fogunk tudni visszacsatolásokat kapni, de még fontosabb, hogyha összegyűjtjük tulajdonképpen azt, hogy melyik lehetséges terv a súlyosság, a gyakoriság és a detektálhatóság tekintetében hányszor volt mondjuk súlyosabb következményű, nagyobb gyakoriságú, esetleg nehezebben detektálható. Ugyanez igaz természetesen a craft potenciálok tekintetében a három kulcs dimenziónknak a metszetére, akkor ebből is össze tud állni, ez lenne az I mutató 2, egy lehetséges rangsorunk.
hogyha az I-mutató 1 és az I-mutató 2 rangsorokat megfigyeljük, akkor pedig látásra, első látásra tudunk levonni konzekvenciát arra vonatkozóan, hogy ezek vajon mennyire hasonlítanak egymásra, de ennél nagyon-nagyon egyszerű, végtelen egyszerű statisztikai eszközökkel sokkal pontosabb mutatószámok szintjén is visszacsatolást tudunk kapni, hogyha valami más lehetséges módszerrel is elvégezzük ezt a feladatot, akkor a két rangsor, vagy esetleg ha több más módszert is bevetünk, akkor a több rangsor az mennyire is hasonlít tulajdonképpen egymásra. Összefoglalásképpen annyit szeretnék elmondani, hogy alapvetően ez a módszer, mivel épít arra, hogy az adott összehasonlítandó jelenségekben nagy a bizonytalanságtartalom, jelentős innovációs hatás fedezhető föl, és egészen biztosan nehezen megítélhetőek egy konkrét szemüvegen keresztül figyelve, talán alkalmas lehet arra, hogy a craft potenciálokban rejlő energiákat mozgósítsa, és megpróbálja számszerűsíthető és rangsorok formájában bemutatható eredményeknek a szintézisére hozni. Jelentős innováció tartalmak rangsorolásához, több tényezős döntések támogatásához gondolnám a módszertant kifejleszteni. E tekintetben természetesen a társadalmi innovációs projektek és a fenntarthatósági projekteknek a rangsorolására szerintem a saját null hipotézisem szerint alkalmas lehet, úgy, ahogyan adott esetben szakértői preferenciáknak a megvizsgálására és validálására is. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket.